Tevét leginkább eddig csak állatkertben láthattunk, most viszont egy házi kedvencként tartott tevét mutatunk be. Hogyan tartsuk a teknősöket, mivel etessük őket, mekkora helyet biztosítsunk számukra, nagyobb költséggel jár-e a tartásuk vagy sem? Ezekre a kérdésekre keressük a választ. Majd a madarak téli etetéséről beszélgetünk dr. Táras László állatorvossal és Kalocsa Bélával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bács-Kiskun megyei csoportjának elnökével. Köszöntöm kedves nézőinket! Tavaly márciusban, amikor elindítottuk ezt az állatmagazint, nem gondoltam, hogy egyszer egy tevét fogok bemutatni. Hát most erre is sor kerül. Miért választották a tevét, vagy hogy jött szóba az, hogy egyáltalán házi kedvencként tartsanak egy tevét? Hát volt szerencsénk a férjemmel eljutni Afrikába nyaralni, kicsit a családnak is a segítségével, és akkor ott nagyon megszerettük a tevéket. Tehát ott nem ez a fajtája van a tevének, hanem a dromedár, az az egy pupú. Uh-huh. Hát ott mindjárt megszerettük, beleszerettünk ebbe az állatba. Ott, hogy elmentünk tevegelni, és ott láttuk, hogy egy nagyon kis szerény, ahhoz képest, hogy milyen nagy termetű állat, olyan kedves jószág, hogy szinte mindenki, aki meglátta ott a vendégek közül, mindenkinek megtetszett. És itt hogy sikerült beszerezni magát a misit, ugye a misinek hívják a tevét? Igen, tehát... igen. Hát interneten keresztül sokfelé nézegettük, és akkor találtunk egy fiatal embert, akinek ilyen vadfarmja van. Ő régebben a Veszprémi állatkertben volt gondozó. És akkor ő is ilyen szarvasokat, tevét, lámát, minden ilyen állatot tart. És akkor ővele fölvettük a kapcsolatot vele, és nagyon sokat beszélgettünk az állatról. Igen. És akkor hát úgy került ide ő is végül is az ő segítségével. Úgy tudom, hogy az ő szülei azok a debreceni állatkertben voltak, csak később ugye mert szoktak az állatkertek úgy, hogy állatot cserélnek, és akkor Ausztriába kerültek ki, és ő már ugye ott született, ő már ott nevelkedett, úgyhogy... Itt most ugye 10 hónapos a teve. Igen, most már... Milyen idősen került ő ide? 8 hónaposan került ide. Nagyon fiatalon, akkor lett leválasztva az anyukájától, úgyhogy itt... Mikor elhozták, akkor még olyan kis sírdogálós volt szegényként. Egyedül érezte magát. Igen, hogy az anyukáját ugye ott kellett hagyni. Meg hát gondolom, hogy még szoptatva volt. Úgyhogy meg hát ugye egyedül, ugye itt hagyták, ismeretlen hely. De hát ugye próbáltuk akkor is szeretgetni meg, hát amennyire. Most hogy telnek a hétköznapok? Hát minél többet megpróbálunk vele foglalkozni, amennyiből időnk engedi. Hát ugye mind a ketten dolgozunk a férjemmel, de hát a szabadidőnket megpróbáljuk vele tölteni. Napközben minél van többet. Felügyelet esetleg? Hát attól függ, hogy milyen műszakban dolgozok. Hogyha délutános vagyok, akkor itt vagyok vele délelőtt, tehát akkor délelőttömet vele töltöm, igyekszek minél többet, az etetésen túl még vele itt ellenni. Hát, hogyha délelőttös vagyok, akkor meg a férjem. Akkor úgy van a beosztás megoldva, hogy akkor ő tudjon vele foglalkozni. Milyen körülményt kell neki biztosítani ahhoz, hogy ő jól érezze magát? Hát jó nagy tágas. Hát a zárt hely végül is az is jó, hogy van neki, de ez igazából télen kell neki a zárt hely. Az, hogy teljesen fedett legyen, az nem szükséges. Tehát... Az a lényeg, hogy szabadon tudjon mászkálni, mert rengeteget mászkál, rengeteget sétál. Mozgásigényes. Igen, mozgásigényes, úgyhogy meg azt is figyelembe vették, mikor meghozták, hogy milyen környezetbe került ide, hogy milyen növények vannak, amiket ő fogyaszthat, nád, vagy bármilyen gyümölcs, zöldségféle, és hogy semmi nincs permetezve, az volt a lényeg. Mit szabad neki adni? Hát szénát, zabot, kukoricadara, árpa, ilyennel van etetve. Van esetleg? Hát ugye az alma és a répa, ez hát, a nagy kedvenc, azt láttuk. Ezek a nagy kedvencek, igen, de hát ez nem, tehát abból nem állhat neki az étkezés, ez csak ilyen kis desszert. Van esetleg olyan, amit kifejezetten kerülni kell, hogy ezt inkább nem, mert mondjuk az emésztésnek nem tesz jót?
Hát ezeket úgy annyira nem ismerem én, de így a gyümölcsfajták közül ilyen körte, meg úgy tudom, hogy ilyen káposztafélék, ilyesmit úgy nem lehet neki. Mert az úgy nem milyen, milyen időközönként szükséges etetni? Gondolom, hát kicsinek két, még sűrűbben hát kellett. Hát naponta kétszer van így rendesen megetetve, úgyhogy valamennyire be van neki áztatva ez a, az árpa, kukoricadara, meg a zab, tört zab, és akkor mellé a gyümölcsök így földarabolva. Ez naponta kétszer, igen. Hát igen, meg a zabszalma, így van. És itt a szomszédok mit szóltak ahhoz, hogy egy ilyen különleges deve lett a szomszéd? Hát ők is meglepődtek, ezt először ugye ők se tudták, hogy mi ez a sírdogálás itt három napon keresztül. De hát ők is nagyon megszerették, ugye. Tulajdonképpen akkor már ők se láttak még igazából, hát főleg élőben, ugye, esetleg tévéből, vagy valaki állatkertbe, hogyha járt. Vannak már visszatérő vendégek, akik sorozatosan visszajárnak, hogy szeretnék megsimogatni, vagy hát akár felülni a kertel. Igen, itt a fiatalember, aki itt van a férjem mellett, a kislányával együtt, ők is nagyon kedvelik, de hát mindenki, aki látta, tehát nagyon sokan megszerették itt szeremén, úgyhogy... És Misit ugye több mindenre be is lehet tanítani, igen. Ezt fogjuk most bemutatni majd. Ezt a tevét már elkezdték oktatni, hogy pontosan milyen oktatásról van szó. A teve oktatójával beszélgetünk erről. Mire lehet megtanítani ezt az állatot így a kezdeti időszakban? Igazából én is csak most próbálkozok ezzel a teve tanítással. Én lovász vagyok, amúgy a lovászatból, amit áthoztam, azt próbálom átültetni erre a tevére. Igazából most, mivel fiatal állatról van szó, nagyjából a készhezszoktatást, a kötőféket rátenni, szelíd legyen az emberekkel, tehát egyáltalán kezelhető legyen, ne féljen a kocsiktól, kutyáktól, ki lehessen vele menni az utcára, be lehessen jönni hozzá a gyerekekkel, meg hát ugye a magának a tevézésnek az egyik legfontosabb része maga a fektetés, ugye mert ez anélkül gyakorlatilag tevére nem lehet felszállni. Mennyiben különbözik igazából a lovasoktatástól mindez? Maga az alapok azok nem különböznek semmibe. Tehát, tehát a készhezszoktatás, ilyesmi az igazából semmi más, mint a lónál is ugyanaz, beletett kilométer, semmi más, tehát beletett idő és kilométer. A fektetés részét az viszont sokkal könnyebben tanulja, mint a ló. Teljesen kezes, tehát más nem is nagyon tudok elmondani róla. Teljesen kezes és nagyon, nagyon szófogadó, hogyha az ember kellő türelemmel és toleranciával nyúl hozzá, akkor nem akarja úgymond megerőszakolni, megerültetni, akkor teljesen veszi a lapot és segítőkész. Milyen gyakorisággal történik ez az oktatás? Körülbelül hetente kétszer-háromszor, attól függ nekem is, hogy van időm, mert nekem is ez csak egy másod, nekem is van saját civil állásom, úgyhogy olyan heti két-három alkalom, attól függ, hogy ér rá a tulajdonos meg, én is hogyan érek rá. És mi volt a reakció, amikor így szóba került, hogy hát egy tevét kellene oktatni? Először borzasztóan meglepődtem, és nem is mondtam semmit a tulajdonosnak, azt mondtam rá csak, hogy lejövök, megnézem. Mondom, én nem értek hozzá, sose láttam életemben közelről. Mondom, lejövök, megnézem. Nem, te neked ezt idomítani kell. Mondom, lejövök, megnézem. Hát és az első alkalommal már Misi az úgy viselkedett, hogy hát lehet mondani, hogy beleszerettem. Tehát nagyon-nagyon pozitívan viszonyult hozzám is, meg a vele való foglalkozáshoz is. Meg tudjuk most mutatni, hogy milyen a leültetés? Lefektetés. Mindjárt hozom a vezetőszárat, az a könnyebben megteszi. Na, reméljük, hogy jól viselkedik a Misi. És ugye már látunk itt a szája körül is már egy segédeszközt. Így van, ez a segédeszköz, ezt a Kevev Gábor barátom csinálta nekünk, mivel hogy eredetileg egy póni kötőfék volt rajta, ez a hagyományos póni kötőfék, de hát ez nem volt igazán jó, mert az a baj ezekkel a kötőfékekkel, hogy át kell húzni az állatnak, a jószágnak a fülén és a
tehát a fején és a fülein főleg, mert hogy itt szoros, és nagyon félti a füleit, szemeit is, meg a füleit is, főleg fiatal jószágoknál. Ez viszont, hát most először lefektetjük, majd utána megmutatom, hogy viszont a, mind a levétel, mind a fölrakás az sokkal egyszerűbb, mint egy általános kötőféknél. Ezt tekintem a fel. Nem kell. Mennyi ideig képes ő egy helyben maradni? Hát ez leginkább tőle függ egyelőre. Tehát mind ahogy mondtam az elején, hogy nem erőszakoljuk meg a jószágot, hogy nem erőtetünk rá semmit a jószágra. Egyelőre annak örülünk, hogy lefekszik. De hogyha ez normálisan ki van képezve, és mikor már tényleg kérünk tőle valamit, akkor szerintem akár, mivel neki ez egy természetes testhelyzete, akár órákig is képes ezt tartani. Mégis neki így kényelmes, ha lehet így fogalmazni. És ugye lesznek majd látogatók, akkor ez alap dolog, hogy rá tudjanak majd ülni. Nyilvánvaló, persze. Hát most egyelőre még, mivel nagyon fiatal állatról van szó, 10 hónapos múlott el, mindenképpen a súlykorlátos magyarul. Tehát vigyázni kell az ő egészségére, ezért nem szabad túlterhelni. Tehát ilyen kisgyerekeket rá lehet ültetni esetleg még így, de ezt is inkább csak azért, hogy szokja. Hogy megszokja azt, hogy van valami a hátán, tehát ne már 2-3 évesen kelljen szoktatni arra, hogy most akkor valami rá lesz téve a hátára. Így sokkal könnyebb, így egyszerűbb gyereknek is könnyebb nyelvet tanítani, mint egy 30-40 éves embernek. Ugyanígy van nála is. Mi a következő fázis? Mi lesz a következő oktatási elv vagy alap, amit megpróbálnak betanítani neki? Egyelőre ez az, ami most ez hosszabb távon cél, és ez gyakorlatilag ez biztos nála, tehát ezt bárhol, bármikor meg tudja csinálni. Az utca közepén forgalomba is tényleg. Ezt tartani, ezt biztossá tenni. A következő fázis az mindenképpen az, hogy a hátához, meg inkább a nagyobb közönséghez szoktassa az ember őket, tehát gyerekekhez. Bár így is teljesen szelített, oda jöhet hozzá bárki, de mindenképpen a nagyobb közönséghez, a tapogatáshoz, ilyesmihez, ahhoz hozzászoktatni. Meg hát persze folyamatosan tartani vele ezt, hogy a hátát mozgatni, úgymond ráülni többször, hogy szokja, hogy van valami hátán. Azt utána, hogyha már megvan a kora, a súlya, akkor pedig az, hogy rajta üljünk gyakorlatilag. Etetésnél nagyon szépen elfogadja az almát, és ha kedve van, akkor a sárgarépát is. Erre hogy sikerült megtanítani, hogy ilyen finoman szépen az ember kezéből kivegye? Nagyon, nagyon borzasztó finom szája van neki, tehát annyira jó behidegzett gyakorlatilag, hogy ezt nem azért csinálja, hogy mert jól lett megtanítva rá, hanem ez teljesen természetéből fakad. Egy szelíd kis jószág, egy szelíd rocker. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen. A nézők maradjanak velünk, egy újabb témával folytatjuk hamarosan. Állatmagazinunkban korábban már pézsmateknőst bemutattunk, viszont most további információk következnek arra vonatkozóan, hogy hogyan is tartsuk a teknősöket. Hát itt vannak a vízi teknősök, meg a szárazföldi teknősök, amit szétbontanék. Itt éppen egy vízi teknős, egy lágyhéjú teknős van a terráriumban. És a vízi teknősöknél arra nagyon kell odafigyelni, hogy főként szerves, étrend, főleg húson élnek, és az is hal, férgek, ilyesmiket esznek. Ebben szoktak gondot okozni a teknősöknek. Ez olyan értelemben, hogy az ilyen szárított halat, ilyen, nem is tudom, minek nevezik a kisállatkereskedésben, amiket árulnak, ilyen szárított, ezeket, azokat adnak nekik. Ez nem jó, mert ez csak rostban gazdag, de tápértéke az égvilágon semmi nincs. Ez olyan, mintha mi a gyerekeinket csak chipsen akarnánk fölnevelni, és akkor azt meg lehetne nézni, hogy mi lenne azokból a gyerkőcökből. Ugyanígy ez van a teknősöknél is, hogy nem kapnak megfelelő kálcium vitaminbevitelt, és ezáltal sajnos már kiskorukban elpusztulnak. Ha jót akarunk a teknősünknek, általában ékszerteknősöket, vagy ékszerteknős féléket, mert van itt többféle ékszerteknős is, a királyteknős, a sárgafülű, a vörösfülű ékszerteknős, a térképhátú, nagyon sokféle ékszerteknős van. Ezeknek az a legjobb, hogyha rendes nyers halat adunk enni, kis neciket, akinek van horgász ismerőse, vagy a családban van horgász, a kis necit ne dobja vissza, hanem a teknősnek adja lefagyasztva, de a legtöbb kis állatkereskedésben lehet kapni fagyasztott halat, és abból etessük.
Milyen körülményeket kell nekik biztosítani, mekkora helyet kell biztosítani? Itt is az van, hogy minél nagyobb, annál jobb annak a teknősnek. Attól függetlenül, hogy ilyen picibe vesszük meg azt az ékszerteknőst, vagy ilyen picibe azt a kis pézsma teknőst, azok nagyon picik. Minél nagyobbat itt arra kell odafigyelni, hogy hogy tudjuk fölfűteni azt a vizet. Vannak a fűtők, vannak fix fűtők, állítható fűtők, a fix fűtők olcsóbbak, az állítható fűtők drágábbak, de ott megvan az a lehetőségünk, hogy beállítunk egy vízhőfokot, és akkor arra fűti föl, ez vízmennyiség függő is persze, meg wattszámtól is függ a fűtőnek a teljesítménye. Ezekre kell odafigyelni, általában erre a kisállatkereskedő meg fogja adni azt a választ, hogy mekkora az a medencem, vagy víz mennyiség, amit fel kell fűteni, és akkor az szerint tud adni neki majd vízfűtőt. Arra kell odafigyelni, hogy az a teknős az most mennyire vízi életformát él, vagy szárazföldit is, mert például egy ékszerteknősféle az kijön a partra, akkor vannak olyan teknősök, amik szinte egyáltalán nem jönnek ki a partra, és annak, ha berakunk egy nagyobb követ, csak az életterét vesszük le, és nem az, hogy avval sanyargatjuk, amivel mi jót akarunk neki, és ezekre oda kell figyelni. Szokott gondot okozni még a házi kedvencnél a víz tisztítása, mert sokan panaszkodnak, hogy csereberél 3 naponta, 2 naponta, hetet. Na, én nem szoktam cserélni a vizet. Egy megfelelő minőségű és teljesítményű vízszűrőt kell berakni, az megy bent, és csak a szivacsot kell mosni. Jó, persze ilyenkor is azért, mit tudom, 2 havonta vagy 3 havonta leengedem a vizet, vagy ha véletlenül úgy besikerül kajáztatni, hogy nagyon sokat adok nekik, akkor azért behomályosul a víz, mert én is néha, hogyha sok halam van, akkor többet adok neki, azt néha azért tudok olyat csinálni én is, hogy le kell cserélni a vizet. De ezzel a vízszűrős technikával meg lehet oldani azt a 2-3 naponta a vízcserét, ezt ki lehet küszöbölni. Tehát akkor nem túlságosan időigényesek, abból a szempontból nem kell minden héten valamit variálni, hanem egy picit azért ritkábban kell a akváriumot tisztítani. Így van, ezt magunknak könnyítjük meg a teendőket a teknőssel. Amit még elfelejtettem említeni, hogy az ilyen ékszerteknős féléket ki lehet rakni nyugodtan tavasztól őszig, ha van kinti medencénk, arra kell odafigyelni, hogy azért kerítsük el, mert ezek meg tudnak szökni, mert szeretnek kint napozni, a kövön ilyesmin, és ha gondolnak egyet ezek azért, mit tudom én, ott hagyjuk őket fél órára, ezek már árkombokron túl vannak, ha például olyat gondolnak, de nagyon jó nekik a D-vitamin bevitelte a nap, és ez, mondom, jót teszünk vele, de annyi, hogy legyen nekik azért árnyékos helyük is, hogyha úgy döntenek, hogy ők már nem unják a napot, akkor tudjanak elbújni árnyékba is. Mennyire költséges, vagy éppen nem költséges egy teknősnek a tartása? Hát amikor belekezdünk, akkor költséges, mert azért a terrárium, a vízszűrő, a vízfűtő megvétele, ez mind azért pénzigényes, de összevetésbe nem olyan drága például szerintem, mint egy hörcsögöt tartani, én úgy gondolom, vagy egy, hát a kutya meg macskáról ne is beszéljünk, persze nem is kapunk tőle annyi kedvességet, mint egy kutya, macska, vagy akár egy hörcsöktől, mert azért a teknősök is olyanok, mint egy akváriumű hal, hogy ők bent a terráriumban érdekélek, elnézegetjük őket, esetleg kézből adunk nekik halat, de ennyi, nagyon azt ők nem igénylik, hogy simogassuk őket, vagy babusgassuk őket. De a látvány miatt szerintem szépek, meg főleg, hogyha más érdekesebb teknősökhöz is hozzájutunk, akár egy lágyhelyű teknőshöz, mert azért nem egy hétköznapi kinézettel rendelkezik, be lehet bennük gyönyörködni. Tulajdonképpen mi az, ami miatt az emberek elkezdenek teknőst tartani otthon? Mi a tapasztalat? Hát ez a vonzódás általában éppen, hogy mihez vonzódik az az ember. Valamiért beleszeretett, vagy megkedvelte, látta valahol, vagy meséltek róla. Ez mind így érdeklődés függő. És utána, amit az előbb is mondtam, jönnek már az érdekesebb teknősök, persze drágábbak is, mert a határa csillagos ég, mert nekem is van olyan teknősöm, ami 1000 euró az ára. A két karmú teknősnek például az például úgy néz ki, mint egy tengeri teknős, de ez egy édesvízi teknős. Reméljük, hogy mindenkinek sikerül megfelelően dönteni, és örömét leli ezekben az állatokban. Köszönöm a beszélgetést! Úgy legyen, és én is köszönöm. A
hideg idő beköszöntével egyre többen helyeznek ki madáretetőket. Nagyon fontos a folytonosság, a folyamatos etetésnek a betartása is. Állatorvosként mire hívnád fel a figyelmet a madáretetés kapcsán? Sok szeretettel köszöntöm a nézőket a mai jövet állatorvosi rendelő nevében. A rendelőnk a kesztelésből tartott állatok gyógykezelése és a betegség megelőző programok mellett igen nagy hangsúlyt helyez az állatok tartásával kapcsolatos ismeretterjesztésekre, oktatásokra. Az én szemléletem szerint abban az esetben, ha nem speciális állatorvosi téma merül fel a televízió riporterre kérdéseire, akkor meg szoktam keresni a térség, jelen esetben Bajaváros erre leghivatottabb szakértőjét, és így megkerestem Kalocsa Béla barátomat, aki válaszolni fog azokra a speciális kérdésekre, amit felteszel a vadon, de mégis a környezetünkben élő madarak etetésével, téli ápolásával kapcsolatban. Mint állatorvos, hát annyit szeretnék, vagy szeretnénk nyilatkozni, illetve felhívni a madarakat etető lakosokat, hogy mindenképpen egészséges, vegyszertől, különféle vegyi anyagoktól mentes gabonákkal etessék, illetve abban az esetben, ha módjuk van rá, akkor speciális állateledel boltokba vásárolják meg azokat a kész termékeket. Tehát az a legfontosabb, hogy az adott takarmány ne legyen szennyezett. És nagyon fontos ugye az is, hogy a kenyérmorzsával ne etessük a madarakat, mert ez betegséget okozhat számukra. Hát ha most olyan betegséget, hogy megterheli a mirigyes gyomrát. Problémákat, tehát igen. Így. Tehát most ilyen baktériumos, vírusos betegséget nem okoz, hanem tehát emésztési problémát okoz a madárkában. És akkor szeretném megkérni Kalocsa Béla urat, hogy folytassa a riportot. Ilyenkor télen milyen fajokkal találkozhatnak azok, akik madáretetőket tesznek ki? Elsősorban a cínegék jellemzők, de mondjuk a széncínege leginkább, a kék cínege valamivel ritkább, és a szerencsésebbek azok még találkozhatnak fenyves cínegével, a még szerencsésebbek búbos cínegével, de természetesen, ugye ezek a cínegék, de természetesen jönnek vörösbegyek például, vagy ilyen néhány olyan, ami itt felejtette magát, például a barátposzáta, vagy nagy részük az elmegy, de valamennyi itt marad, de magevő madarak is vannak. Ezek közül talán sokan nem szeretik, de igaziból megfogyatkozott már egész Európában és Magyarországon sincs már sok belül a verevek, ugye a házi verevek és a mezei verevek. Azon kívül az erdőkből, vagy még messzi erdőkből, hogy mondjuk a Szlovákiában vagy Lengyelországban jönnek pintyfélék, de még északról is jönnek a fenyőpintyek. Úgyhogy ezeknek néha-néha nagy tömegei vannak nálunk, és akkor ezekből több száz is előfordulhat, de most kihagytam itt például a zöldike, vagy megyvágó, szóval egészen sok-sok faj előfordulhat, vagy például a csízek, a tél végén a csicsörkék. Igaziból a legszerencsésebb etetőanyag, hogyha azt, amit felsoroltam a fajokat, az a nem vegyszerrel kezelt, úgynevezett ipari napraforgó, az az apró szemű fekete, azt szeretik ezt legtöbben. Ezt láthatjuk itt is, ugye? Azt láthatjuk itt, igen. Most ezt el lehet helyezni dúcetetőbe, el lehet úgy, hogy a földön van, el lehet ilyen flakonba helyezni, de ez a ilyen fagyúba gyúrt magok, az is jó, de néhány helyen alkalmazható, hogy kölest keverünk a napraforgóba, mert vannak olyan fajok, amiknek nagy, túl nagy a napraforgó, és ők a kölest szeretik. Például néha bejönnek návisármányok, amik ilyen ritkább érdekességek, és mondjuk egy ilyen köles, apró, tört, de az se baj, ha szemetes a napraforgónk, tehát ezek a legszerencsésebbek, de nyilván tiszta fagyú, nem sós, nem füstölt fagyút is ki lehet tenni.
A gyümölcsök közül ugye az alma, az kedvelt. Az alma az is nagyon jó, mert a rigófélék azok nem nagyon jönnek a maggal töltött etetőkre, hanem ilyen félbevágott, kicsit megbontott almát lehet a dulcetető alá elhelyezni, vagy ágra fölszurkálni, és azt is, hát mondjuk a leggyakrabban a rigók, és rigókból is sokan nem is veszik észre, hogy a fekete rigón kívül itt van nekünk olyan, hogy fenyőrigó, itt maradhat néhány énekes rigó, aztán van szőlőrigó, és akkor még ebből is jöhetnek ritkaságok, olyan ritkaságok, hogy szakember szemelés ritkán kerül, de ezek nagyon messziről észak, tehát kicsit időjárás függő. Igazából az etetésről annyit kell tudni, hogy valóban, ami a bevezetővel is elhangzott, hogy folyamatosan kell csinálni, tehát ha elkezdtük, akkor oda csábítottuk azt a több száz madarat, megszokták, akkor nem azt a szabad helyet abba hagyni, megszokták, és ha tényleg egyszer egy ilyen nagyon zord idő van, akkor nagyon kitolunk velük, ha egyszer csak üres lesz néhány napig az etetőnk. Most ennek van azért egy olyan hozadéka is, hogy az emberek láthatják, hogy meg a gyerekek láthatják. Tehát van ilyen ifjúságnevelő hatása is. Láthatják azt, hogy a környezetünkben milyen sok-sok szép faj fordul elő. És az óvodákban is ez és jellemző. És az óvodákban is ez azért fontos, meg iskolákban azért fontos, persze. Hát nekünk például, mint Madártani Egyesületnek, hogy itt van ez a speciális iskola, őnekik adunk magot, az Egyesület az itt Baja környékén, hát egy olyan 20 zsákkal biztos el fogunk etetni, ez minden télen szokott lenni, amit adunk esetleg, ez amíg a készlet tart, szoktunk adni azoknak, akik folyamatosan etetnek. Akik madáretetőt tesznek ki, milyen időszakra, hány hónapra vállalnak felelősséget a madarak etetését illetően? Most ez ugye mindenkit nem tudok ellenőrizni, de mi úgy szoktuk kezdeni, hogy amikor az első hófagy megjön, akkor elkezdtünk néhány helyen etetni, és azt azért olyan március végéig tartani szoktuk. Hova érdemes kihelyezni ezeket az etetőket egyébként? Hát ugye mindenképpen gondolni kell arra, hogy a madarak nagy ellensége lehet például a macska, vagy akár a mókusok, hogyha egy külső részen lakik valaki, mert akkor ezek az állatok ugye veszélyt jelentenek a macska a madarakra, és a mókusok pedig ki tudják lopni az ereséget a többi madár elől. Hát igazából a mókus is azért mindenféle magot nem fog. Mindenféle táplálékra nem fog rámenni. Egy mókus azért annyira sokat nem fog elvinni, és nincs olyan sok mókus. De azzal együtt baján, benne a városban néhány helyen él a mókus egyébként. A macskák ellen megvédekezni kell, hogy ne tudjon följutni a macska természetesen. De hozzátartozik az etetőkhöz azért az, hogy néhány ragadozó madárról, azok, akik ilyenkor télen a karvajok szokták támadni az etetőn a madarakat, de igaziból az van, hogy ez a természet része, a karva is. És ő valószínűleg nem a legegészségesebbeket fogja kiszedni, hanem azt, amelyiknek valami baja van. És még a doktor úrral ugye említettük azt, hogy a kenyér és a kenyérmorzsa lehet ártalmas a madarak számára. Van még egyéb más eleség, ami veszélyt jelent számukra? Hát igaziból ez kifejezetten tiltani szoktuk ezt a kenyér és tehát a kenyeret, hogy azt ne. Meg ami itt elhangzott egyébként is, hogy nem szabad a valamilyen vegyszerrel kezelt anyagokat, ezeket az ilyen magokat nem szabad használni erre a célra. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. A nézőknek köszönöm a figyelmet, hogyha valamilyen észrevételük van, vagy szeretnének a műsorban szerepelni, akár bemutatni a kedvenceiket, akkor jelentkezhetnek hozzánk. Az e-mail címünk kedvenceinkvilaga@baitelevizio.hu, a műsorunkat pedig a baitelevizio.hu, www.baitelevizio.hu oldalon nézhetik vissza. További kellemes időtöltést, viszontlátásra!